Köszöntöm Önöket, ez már a Pécs TV sportmagazinja. Egy izgalmas amatőr darts verseny vette kezdetét, azonban a nagy érdeklődésre való tekintettel nem a szervező Pécsi Darts Klub otthonában, hanem itt a Testvérvárosok Terei Általános Iskola tornatermében. Sportágnak új világbajnoka van Peter Wright személyében, erről is lesz szó, illetve arról, hogy egy amatőr VB-n pécsiek is részt vettek. Hogy milyen minőségben, az is nem sokára kiderül. Ja, és még valami fontos, a nevezésemet én is leadtam. Felkészültek? Akkor rajt! Most már ötödik éve úgy kezdjük meg az évünket, hogy egy amatőr versenyt szervezünk. A kereskedelmi csatornán látható világbajnokság után mindig van érdeklődés, akár a Pécsi Darts Klub iránt is, és ennek apropóján gondoltuk azt, hogy érdemes lenne amatőr versenyeket szerveznünk, melynek célja egyértelműen a tagok felkutatása, illetve tehetségek toborzása. Hányan verődtek össze itt ma, illetve milyen rendszerben zajlik maga a verseny? Mai napon újra csúcsot döntöttünk, 117 fővel rendezzük meg a versenyünket. A termünk az már sajnos kinőtte ezt a létszámot, így a Mester 3-as Darts Klubnak köszönettel tartozunk, hogy bérelhettük az ő termüket, illetve a 16 táblájukat, és ennek apropóján nem kell vigaszágas rendszerben mérkőzéseket rendeznünk, hanem csoportokban, tehát ami azt jelenti, hogy mindenki legalább 6 mérkőzést fog játszani a mai napon. Magas létszám a közelmúltban lezárott világbajnokságnak is köszönhető szerinted? Teljes mértékben. Vagy ilyenkor a darts láz? Óriási. A telefonon is, a saját oldalunkon is záporoznak a kérdések. Hogyan értékelnéd a Pécsi Darts Klub 2019-es évét? Igen, hát 2019-es évünk egy kicsit keserédesnek értékelem így egy szóban, kicsit bővebben. 2019 évben a célunk az volt, hogy az NB1-es csapatunk maradjon az NB1-ben. Ez reális célkitűzés volt, azt gondolom. Sajnos ezt nem sikerült teljesítenünk, tehát a jövő évben az NB2-ben folytatják a Pécset legjobban teljesítő fiaink. Viszont a NB3-ban két csapatot is tudtunk indítani. Az egyik tipikusan azért egy tanuló csapatként indítottuk el, ők az elvárt teljesítményt hozták, azt gondolom. A másik NB3-as csapatunknak a célja az az NB2-be való feljutás volt. Sajnos ez sem sikerült, azonban nem vagyok csalódott, ennek a csapatnak én vagyok a vezetője. Évközben olyan fiatalokat, 10 éves fiatalokat tudtam a csapathoz hozni, akik egészen a 84 fős mezőnyből a 16-os nagy döntőbe kerültek, onnan a 8 közé is jutottunk, és ott volt egy sajnos egy olyan mérkőzésünk a 4 közé jutásért, ami arról döntött, hogy jövőre is az NB3-ban kell ezzel a csapattal megpróbálnunk a feljutást, ami azt gondolom, hogy még reálisabb, mint az idei, illetve a tavalyi évben volt. Hányan vagytok? Hogy zajlanak a mindennapok? A klubunk 40 és 50 fő között mozog, állandó a mozgás. Így évelején mindig az 50 fő fölött is vagyunk, létszámilag, akik be is lépnek az egyesületbe, aztán évközben egy kis lendületet veszít. Ez a lelkesedés, de az a 40 és 50 fő közötti, ez természetes, ez most már mindennapos. És a versenyeink, tehát rájöttünk, hogy sok edzést tartottunk, viszont a versenyeken ez nem jött annyira ki, tehát több versenyt szervezünk most 2020 évtől, ami azt jelenti, hogy minden kedden bárki számára egy házi versenyünk van, úgy van, aki nem igazolt klubtag, lehetőséget biztosítunk versenyezni, illetve csütörtökönként a felsőház, tehát akik az NB2, NB3-as csapat tagjai, őnekik egy külön verseny van, akik már az alsóházból egy szintet léptek. Én azt mondom, hogy fej. És fej. Túl sok izgalmat nem szolgáltatott az első mérkőzésem, simán kikaptam.
Még egyszer gratulálok neked, milyennek láttad ezt az összecsapást? Nagyon szépen köszönöm a gratulációt, szerintem egy nagyon jó ellenfele sikerült felülmúlnom, aki nagyon jól játszott. Szerencsére sikerült megnyernem. De mióta dartozol? Hát én körülbelül 15 éve, de hát csak ilyen otthoni szinten. Nálam ez azért lépett kicsit tovább, mert a fiam az itt a Pécsi Darts Clubnál versenyszerűen űzi ezt a sportot, és így belekeveredtem ebbe a dologba, és hát örömmel, mert én is nagyon szeretek dartozni. Mennyit tudsz készülni, gyakorolni, hány versenyen veszel általában részt? Hát ez a második versenyem, tehát én nem nagyon szoktam versenyekre járni, illetve nagyon sok versenyen veszek részt, mint szülő, és szurkolok a fiamnak, aki hát a pécsi DCMB3-as csapatának, felnőtt csapatának a tagja. És akkor a fiaddal is együtt szoktatok otthon dartozni? Igen, szinte csak is erre szűkül le az én dartozásom, tehát vele otthon néha este, amikor van egy kis idő, akkor vele egy jó kis meccseket szoktunk játszani, általában vereséggel zárul számomra ez. Tehát akkor ő a jobb? Természetesen sokkal jobb. VB-t nézted a tévében? Igen, a tévés darts eseményeknek azért úgy, amikor csak idő engedi, akkor nézője vagyok természetesen. Rövidesen visszatérünk ide a darts versenyhez, előtte azonban irány a Lauber Dezső sportcsarnok. Szimpátia tüntetéssel kezdődött a PVSK Veolia férfi kosárlabda csapatának Kecskemét elleni találkozója. Hogy végződött, az a most következő tudósításból kiderül. Szimpátia tüntetéssel kezdődött a PVSK Veolia kosárlabda csapatának hétvégi hazai bajnokia. A szurkolók egy csoportja az előző év végén menesztett vezetőedző Csirke Ferenc nevét skandálta, majd levonultak a lelátóról. Később a kemény mag egy része visszatért, de a megszakadt szurkolás elmaradt. A pályának kissé tartalékosan felálló Kecskemét az első negyedben még állta a sarat, 10 perc játék után 17-16 volt oda. Ekkor vezetett utoljára a vendéggárda, a Pécs elsősorban a jó védekezésének köszönhetően folyamatosan növelte előnyét. A második etap végén és a nagy szünet után volt egy kis hullámvölgy a PVSK játékában, de összességében uralták a meccset a párducok. A végén több mint 20 ponttal 84-62-re nyert a PVSK Veolia. Gratulál szeretnék a Pécsnek, hiszen megérdemelten nyertek, azt gondolom, hogy jól játszottak. És nem tudok szemrehányást tenni az én csapatomnak sem, mert azt gondolom, hogy mindenki megtette a maximumot. Pongó Máté 14 ponttal járult hozzá a sikerhez. A hazaiak irányítója elmondta, hogy a mérkőzés elején sok volt az eladott labda, és a támadó lepattanók szerzésében is inkább a vendégek jeleskedtek. Aztán egyre jobban kezdtünk ellépni, szereztünk labdát, tudtunk gyorsítást is csinálni. Másik fél időben mentünk el, szerintem ilyen 15-20 pontos különbségről, ott felőröltük a Kecskemétet, úgy gondolom. A PVSK Veolia új vezetőedzője kinevezése óta második mérkőzését is megnyerte. Az elején volt rajtunk némi nyomás, hiszen régen játszottunk hazai pályán. A második negyedtől magunkra találtunk, és végig domináltuk a mérkőzést. A PVSK január 17-én pénteken idegenben az Albafehérvár otthonában játsz a következő bajnokiát. A mai verseny egy pécsi darts klub, Mester 3-as darts klub koprodukció? Így van. Idén minket kértek föl, hogy segítsünk nekik a terem miatt, mert hogy a Mária utcai helyszínükre most nem fértek volna be ennyi fővel. Mit lehet, mit érdemes rólatok tudni? Hát mi elsősorban utánpótlás bázis és amatőr bázis vagyunk. Tavaly decemberben, tehát 2017 decemberében alakultunk, de hivatalosan csak 18-ban foglalkoztatunk amatőr versenyzőket. Elsősorban én itt az iskolában dolgozunk, itt a Pécsi Testvérválások Tere iskolában, akik partneri viszonyban többször helyszínt adnak nekünk, illetve általában mindig, és az edzéseinket is itt tudjuk bonyolítani. Az iskolai diákok körében is igen nagy népszerűségnek örvend a darts, és velük kezdtünk el így foglalkozni, és most már, mivel én nem itt dolgozom, hanem Szentőrincei, már Szentőrinci általános iskolában is az utánpótlás neveléssel foglalkozunk. Aztán elkezdtünk amatőr versenyeket szervezni, és egyre többen jelezték, hogy amatőr státuszban a tagjaink lennének.
aminek mi nagyon örültünk, és hát szépen sikerül így a klub tagságunkat gyarapítani, és egyre több versenyre jutunk el most már klub színekben. Akkor mesélj, mekkora a lelkesedés a fiatalok részéről? A fiatalok részéről elég komoly a lelkesedés, jövő héten lesz még egy ehhez hasonló amatőr versenyünk. Itt külön általános iskolásoknak, külön középiskolásoknak, külön szülő-gyerek párosnak, illetve a egyéniben is természetesen várjuk a résztvevőket. Ezt a pécsi önkormányzat egyik pályázatában sikerült erre a versenyre megrendezést nyernünk, úgyhogy ezt is kíváncsian várjuk, hogy oda hányan és hogyan érkeznek. A gyerekeink iránt, illetve a gyerekeink bizalma irántunk az töretlen, a szülők is egyre inkább bekapcsolódnak, és erre a gyerek szülőre már nagyon sokan jelezték előre az iskolából, hogy szeretnének a gyerekükkel együtt részt venni ezen a versenyen. Mi kell ahhoz, hogy valakiből jó dárcos váljon? Rengeteg gyakorlás elsősorban, türelem, hogyha nem megy, akkor se adjuk fel, és hát igazából egy tábla és három darab nyíl, ami ha a profi sportokkal összevetem, akkor messze-messze a legolcsóbb befektetés. Ha összehasonlítom egy kosárlabdás vagy egy labdarúgóval, hogy mi kell ahhoz, hogy a profi szintnek megfelelő öltözékkel rendelkezzen, a dárc ehhez képest viszonylag apró pénznek nevezhető. Hát sok-sok gyakorlás, és hát szerencsére ugye ezt téli hónapokban is lehet űzni a egyéb szabadidős sportokkal ellentétben, úgyhogy ezt látjuk ebben. De mióta dobálod a nyilakat? Hát én még az első világbajnokságot azt hiszem 2014-ben láttam, akkor vásároltam magamnak még egy táblát, és otthon próbálkoztam vele. Aztán úgy döntöttem, hogy behozom az iskolába, hát ha a gyerekeknek is megtetszik, és igazából ebből jött a későbbi sikerünk. Magyarországon milyennek látod a dárc életet? Egy szóval fejlődőnek mindenképp, azonban van hova fejlődnünk. Vannak nagyon-nagyon ügyes játékosaink és tehetségesek is, tehát a fiatalok körében is, akik már világbajnokságon érmet érnek el, és itt a régióban is, itt Darányból is Nagy Barnabás, aki kiemelkedik azt gondolom, hogy a régiónkból. Viszont én azt gondolom, hogy tavaly épp itt az amatőr versenyen találtam Döbrökközről egy fiatal embert, akinek idén 14 éves lesz, az lesz a célja, hogy a serdülő országos bajnokságot megnyerje, ő Karádi Kristóf. Országos szinten vannak olyan tehetségek, olyan jó játékosok, akik mondjuk oda érhetnek majd valamikor, akár egy PDC világbajnokságra? Reálisan nézve ez anyagi források hiánya miatt nem igazán valószínű, hogyha reálisan akarom nézni. A játéktudás alapján én azt gondolom, hogy van Magyarországon most 3-4 olyan játékos, aki odaérhetne megfelelő támogatás mellett. Csak ez hiányzik szerinted? Én úgy érzem, igen. Tehát pénzkérdés? Igen, igen. A versenyeken való részvétel, világranglista pontok gyűjtése, ez mind előfeltétele annak, hogy oda kerüljön az ember. Egy másik szervezet világbajnokságával, ha jól tudom, van élményetek azért? Igen, egy személyes élményünk van. Romániában október 7 és 12 között részt vehettünk a VDF PDO közös rendezésű világkupán, ez egy világbajnokságnak felel meg, és ott én óriási sportdiplomáciai sikernek könyvelem el, hogy 5 magyar író vehetett részt, és abból 4 a Pécsi Darts Club képviseletében, köztük jó magam is. Milyen élmény volt? Óriási, fantasztikus. Ha azt mondom valakinek, csak hogy Paul Lim, Boris Koltsov, de sorolhatnám a neveket. Milyen a hangulat egy ilyen versenynek? Fantasztikus. Tehát reggel 10-kor nekiálltunk mi írni, éjfélig tartott a maga az esemény, de a fáradtság az ilyenkor nem is érezzük. Volt szerencsém a nemzetközi versenyeken íróként segítkezni önkéntes munkába. A VDF Európa és Világkupáján, tavaly az Európa Kupán Budapesten, idén pedig Kolozsvárban rendezték a világkupát. Hogy sikerült ide kijutni? Hogy működik ez a rendszer? A szövetség keresett, a Magyar Dárc Szövetség önkénteseket rajtuk keresztül, a romániaira pedig igazából más játékosokon keresztül, akik ott érdekeltek, vagy pedig játszanak, Romániában élő magyarok is, esetleg a mi versenyeinken, rajtuk keresztül sikerült oda bejutni. Mi volt ott a feladat ezeken a versenyeken? Igazából az összes meccs leírása. Igazából számoltak, írtok, ugye? Igen, számolunk. Egy ilyen játékvezető? Igen, igen. Nagyjából azt csináljuk, mint amit a PDC versenyeken látni. Nem a bemondó, hanem a két oldalt lévő író.
kilevezeti a meccset, számolja a dobásokat. És milyen élmények voltak ezek? Nagyszerű. Látni lehet azokat, akiket a tévében is látunk. De nagy részt itt a BDO játékosai fordulnak meg, de egy-két PDC versenyekről is, főleg a világbajnokságra kijutott játékosokat is lehetett látni. Az Európa bajnokságon például Marco Cantelő elég sokszor részt vett, illetve hát tavaly a világbajnokságon szerintem Pollimet nem nagyon kell bemutatni a darts ismerőknek, egy igazi legenda, és akár a világbajnokságon, akár a World Cup-on darcon is lehetett látni Szingapúr színeiben. Ilyenkor csak a munkára koncentráltok, vagy azért tényleg van egy drug bennetek, hogy ki játszik mellettetek, vagy figyelitek esetleg a játékosokat ilyen formában? Egyértelműen megvan a drug. Ilyen, tényleg a sportág legnagyobbjai között ott lenni, ez hatalmas élmény, és hát nem is lehet egyből elvonatkoztatni ettől. Mondjuk amikor elkezdődik a meccs, akkor azért már jóval egyszerűbb. De az első az mindig olyan izgulós, utána azért megy a fókuszálás teljesen. Hamarosan folytatódik a darts verseny, előtte arról, hogy rangos nemzetközi U13-as tornának adott otthont a Vasamon a multi tollas labdacsarnok. Európában egyedülálló tornának adott otthont a pécsi Multi Alarm Eset tollas labdacsarnoka. A megmérettetésre 8 országból érkeztek U13-as csapatok. Ennek a korosztálynak ilyen típusú versenyt csak hazánkban rendeznek. A mérkőzések már pénteken elkezdődtek, és vasárnap délután volt eredményhirdetés. Sajnos nem fogunk most hosszú idő után dobogóra kerülni, annyira erős volt a mezőny. Szoros mérkőzéseken 5-4-re többször kikaptunk, tehát feltehetően a negyedik helyet fogjuk megszerezni. Így is lett. A román csapat végzett az élen, a másodikak a csehek lettek, a bronzérmesek pedig a szlovák tollas labdázók. Az utóbbi évekkel ellentétben ezúttal a magyar csapat nem tudott bekerülni a legjobb három együttes közé. Azonban most sem az elért helyezés volt a lényeg. Rengeteg meccset játszhattak a gyerekek. A tapasztalatszerzés volt a fő célkitűzésünk, amit sikerült is megvalósítani. Nagyon elégedett vagyok a versenyen látottakkal. Csak a dobálással foglalkoztak a suliban, vagy esetleg a darts matek részével is? Természetesen a matek részével is. Székely Pál, magyar darts játékos segítségével fejlesztettek ki, annól úgy tudom, ezt a programot, a darts matek nevű programot. Ezt a interaktív táblákon is lehet használni, és a számolást igen komolyan lehet fejleszteni. Azt látom, hogy alsóban ez egy komoly segítség lehet, illetve a Pécsi Testnevelések Terei Általános Iskolának a tehetségprogramja egy része is a darts köré épül, úgyhogy remélem, hogy előbb-utóbb eljutunk odáig, egyre többen választják majd azokat az intézményeket, ahol darts oktatás is folyik, akár tanóraik, akár szabadidős kereteken belül. Van arra törekvés, hogy minél több, vagy akár az összes iskolában eljusson ez a program? A törekvés az úgy tudom, hogy van, a Magyar Darts Szövetségnek is ez érdeke lenne, valamint a Nemzeti Alaptanterv kialakításánál is ez szóba került, hogy belekerült, vagy nem, azt még nem tudom. A középiskolások körében már nagyon népszerűnek mondható ez a sportág, hozzánk is egyre többen járnak, és Pécs egyre több középiskolájából. A célunk az természetesen, hogy ezzel minél több gyereket megszólítsunk. Itt Baranyában azért van legalább 5 olyan iskola, akit tudnék mondani, ahol ezzel napi szinten foglalkozik egy kollega. Hogy sikerül eddig a mai verseny, illetve mik a célok mára? Hát a célunk az, hogy a jövőbeni versenyünkre, ugye mi minden hónapban szervezünk amatőr versenyt, hogy azt a létszámot sikerüljön ott is elérnünk. Nyilván a Pécsi Darts Klub ismertsége az még egyelőre, illetve az még messze van tőlünk, de a célunk az, hogy ezt az ismertséget mi is elérjük itt Pécsen, ezért is mentünk bele ebbe a koprodukcióba, hogy ez így nekik is jó, nekünk is jó. A versenyzők, akik jelen vannak, körülbelül durván a 70%-a azért rendszeresen jár hozzánk, hát remélem, hogy a többiek is megismernek most minket, és a következő versenyeinkre ők is eljönnek és részt vesznek. És neked személyes célod? Hát nekem a személyes célom az, hogy mindig több és többek legyünk. Most még ugye mondtam, hogy csak amatőr szinten
képviseltetjük magunkat. A célunk az, hogy egy olyan keretet ki tudjunk alakítani amatőr versenyzőkből, akik éreznek magukban annyi potenciált és idővel rendelkeznek, hogy akár a Magyar Dárc Szövetség hivatalos versenyrendszerébe is nevezni tudjunk egy csapattal. Illetve az utánpótlás nevelés is továbbra is célunk, a megyei diákolimpia döntőjét idén is szeretnénk megrendezni a tavalyihoz hasonló sikerrel, és a célunk az, hogy a gyerekeket el tudjuk ütötni az országos döntőbe. Mi a helyzet a hölgyekkel? Most a világbajnokságon láthattunk ugye egy hölgyet, aki egész messzire jutott. Igen, a Falon Sarok, hát igen, ővel is volt szerencsém sokat beszélgetni Romániában. Nagyon-nagyon sokat fejlődtek. Nagyon sokat fejlődött a női szakág, és nagyon büszke vagyok arra, hogy Magyarországon egyetlen vidéki városként a Pécsi Darts Club tudott a női csapatbajnokságban is kiállítani csapatot, és a bronzérmet szereztük meg. Vagy a különbség a férfi és a női versenyzők között? Azért alapjában véve igen. Igen, a legjobbak azok bőven felveszik a férfiakkal a versenyt, azonban utána érzek egy nagy űrt ott a lányoknál. Mi lehet ennek az oka szerinted? Erre a hölgyeket kéne megkérdezni, erre nem tudok válaszolni. De ennyire más, hogy működnek, vagy fejben? Mert azért még csak egy kis dárszínről van szó, tehát itt erőről nem nagyon beszélhetünk. Igen, erőről egyáltalán nem beszélhetünk. Fejben, én azt gondolom, minden fejben dől el. Ezen a héten nagyon nem megy a játék, szóval így sikerült. Most nyertem, de majd kiderül, mi lesz. Mióta dárcozol? Hát körülbelül 3 éve. Kétszeres megyei bajnok vagyok, meg egyszer voltam országosan, 4. helyezett. Aztán most megint megpróbálunk országosra menni, majd kiderül, mi lesz. Meg a megyei bajnokságot el szeretném hozni megint. Minek vagy kinek a hatására kezdtél el dárcozni? Őszintén így a családommal elkezdtünk nézni dárcot, aztán a tévébe. Aztán jött a suliba, hogy vannak ilyen bajnokságok, de ilyen csak kicsi, hogy egy tábla van, és akkor csak játszunk. És úgy kezdődött el az egész. Igen. Mitől lesz valaki jó dárcos? Erre szeretnék én is rájönni egyelőre. Hát sok gyakorlás kell, ez mindenképp, koncentráció. Tehát igazából fejbe dől el az egész, szerintem. Azért próbálok minél több ilyen relaxos dolgot hallgatni, nézni, ilyenek, szóval inkább fejbe dől lesz szerintem. Most fiúval meccseltél, nagy különbség van a férfi és a női dárcosok között szerinted? Rengeteget játszottam már férfiak ellen, és szerintem, hát a gyakorlástól függ leginkább. Tehát nekem például nagyon nem megy, de van egy-kettő női játékos, aki sokkal jobb. Tehát valaki ellen, én is nyerek férfiak ellen, de így különbség van szerintem. Mitől lehet? Őszintén fogalmam sincs, de hát erre még én sem jöttem rá, de minél többet próbálok gyakorolni, meg ilyenek, szóval megpróbálok mindent. Második mérkőzésem jóval szorosabb volt, de végül is kikaptam, te hogy láttad a mérkőzésünket? Hát elég egyelő volt az esélyünk, de jó volt, jó volt. Én sem voltam olyan hú de jó, meg fordítva se volt, tehát se jó annyira. Sokat készültél erre a versenyre? Hát ja, csak az a baj, hogy tegnap disznóvágáson voltam, és elfáradt a jobb kezem, és most annyira nem adja. Mióta dárcozol? Hát egy 4-5 éve. Karácsonyra kaptam egy dárcot, és azóta. Számomra sajnos véget ért a verseny, de hogy kik végeztek a legjobb helyeken, azt meg lehet tekinteni a Pécsi Darts Club Facebook oldalán. Ennyi volt már a műsor, köszönöm megtisztelő figyelmüket, ha korábbi adásainkat visszanéznék, akkor ezt megtehetik a Pécs TV YouTube csatornáján. Találkozunk egy hét múlva is, addig is minden jót, viszontlátásra!